Az év utolsó hónapjában a nevelési és oktatási intézmények is átszellemülnek, és foglalkozásaikat, szakköreiket egy témaköré csoportosítják, méghozzá az advent és a szeretet ünnepe kerül előtérbe. A Pápai Endre Oktatási Intézményben ebben az időben például karácsonyi díszeket készítenek a gyerekek, osztályterem díszítő versenyt hirdetnek, illetve készülnek mézes kalácssütéssel és egy nagy karácsonyi műsorral is a pedagógusok és a diákok. Vargáné Szaladós Klára a hagyományok ápolásának a fontosságára hívta fel a figyelmet televízióknak. Én úgy gondolom, hogy főleg itt nálunk a mi intézmény típusunkban, ugye gyógypedagógiai intézményről beszélünk, itt még inkább fölérték elődik ennek a fajta adventi készülődésnek és minden mozzanatának az értéke, mivel hogy ezek a gyerekek elég hátrányos helyzetű családokból jönnek, és itt én azt gondolom, hogy az intézmény keretei között, ha már ezekkel az apró dolgokkal tudjuk segíteni, mind lelkileg, pszichésen, mind pedig tevőlegesen az adventi készülődést, akkor én azt gondolom, hogy otthon is valamilyen formában ezt tudják majd tovább vinni. A Székesfehérvári Református Általános Iskolában és óvodában az ünnepi készülődés meghitt pillanatai mellett lázas tevékenység is folyik a csoportokban. Barkás délutánokat szerveznek, ahol a gyerekek szüleikkel együtt alkothatnak. Az iskolában pedig adventi témahetet tartanak, melyet vetélkedővel zárnak majd le. Református köszönésnél áldás békességet kívánunk, és nagyon fontos, hogy a békesség legyen a szívünkben, a körülöttünk, a mai világban ez nagyon fontos, és az áldás az meg az életünket áldás kísérje, és nyilván a várakozás az nekünk nem csak az ajándék utáni várakozást és vágyakozást testesíti meg, hanem tudjuk, hogy karácsony mit jelent nekünk a megváltónak a megszületése. Az ünnepi készülődés heteiben sokféle tevékenység és élmény várja még a gyermekeket. Meséket és énekeket tanulnak, melyeket különféle közösségeknek adnak elő.